Üres utca, bezárt éttermek. Ezt fogadja az ember Czekszárd sétáló utcájában. A koronavírus járvány miatt a vendéglátósok ugyanis kénytelenek voltak első körben rövidített nyitvatartásra átállni, majd amikor jelentősen csökkent a forgalmuk a cégek munkahelyek bezárása és a kijárási korlátozás miatt, egyes éttermek határozatlan időre bezártak, mások átálltak az ételkiszállításra. Első körben ez volt a legérintettebb iparág, a vendéglátás, a turizmus, rendezvényszervezés és minden, ami ezzel kapcsolódik. Gyakorlatilag olyat élünk át, amivel még nem találkoztunk. Czekszárdon, amiről tudomásunk van, a Vendéglátó Kerekasztal Egyesület tagjai közül gyakorlatilag az éttermet, azt a többség lezárta. Vannak olyanok, akik még ezt a délután 3 órás nyitvatartással élnek, de ők is már csak az elvitel lehetőségével. Az is csak egyszer használatos műanyag dobozba, tehát éthordóba már nem szolgálnak ki ételeket. Mindenki próbál ezzel a kiszállítással küzdeni, próbálkozni. Nyilván ez egy lehetőség maradt, de azt is látni kell, hogy hát ha egyre több szereplő lép be erre a piacra, miközben esetlegesen a fizetőképes kereslet pedig egyre csökken, akkor azért ez sem egy túl optimista forgatókönyv. A még működő éttermek ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vendégeiket és némi bevételre szert tenni. Ám ez az összeg csak az életben maradáshoz, a rezsijük kifizetésére lesz elég. A dolgozók bérét ez nem fedezi, mondja Kesszei Szabolcs, a 10 éttermet képviselő vendéglátó kerekasztal a Szekszárdért Egyesület elnöke. Nyilván hallunk olyan híreket a városból, ahol megkezdődtek a leépítések. A többség egyelőre kitart. Nyilván volt a kormány részéről ez a fajta intézkedés, hogy a munkaáltatói járulékokat elengedte, a munkavállalói járulékokban kedvezményt biztosít, ez szükséges, de nem elégséges. Keszthelyi Szabolcs most úgy döntött, az általa vezetett étteremnél csökkentett munkaidőt vezet be, senkit nem bocsát el. Azt látjuk, hogy 25 főnek most per pillanat ez nem tud egyfajta megélhetést biztosítani, de nem szeretnénk senkitől megválni, senkitől nem szeretnénk elköszönni, ezért úgy egyeztünk meg a kollégákkal, hogy ezt a feladatot valahogy egy ilyen csökkentett munkaidőben minden egyformán szétosztjuk, és egy egyforma keresetet biztosítunk mindenkinek. A szekszárdi vendéglátósok abban bíznak, hogy az állam munkabértámogatást ad majd a munkáltatóknak a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, így az állások és a munkahelyek is megmenthetőek lennének.